Miután a lovasok megérkeztek a hősök terére, a Pelszoffer Ágnes polgármester mondott beszédet. Őrizzük a hagyományainkat, és nagyon hálásak lehetünk mindenkinek, aki a magyar hazáért bármikor meghalt. És ne felejtsük el, hogy a szomszédunkban most is háború dúl, és talán mi el se tudjuk képzelni, hogy milyen az, amikor háborúba kell menni, a hazáért nagyon sokan meghalnak, hozzátartozóikat veszítik el, úgyhogy azt gondolom, hogy a hála és a köszönet mellett legyünk hálásak azért, mert békességben élünk, és kívánom valamennyiünknek, hogy ne csak mi, hanem az unokáink, bédunokáinknak se kelljen csatába menni. Varga Zsolt beszélt nekünk a nagy hagyományokkal bíró zarándoklatról, ami összeköti a múltat a jelennel, kapcsolódási pontként szolgál a történelmi eseményekhez, a kultúránkhoz, a magyarsághoz. Az ötlet a Lovas Hagyományőrző Program ötlete az 2016-ban indul, amikor is dr. Négyesi Lajos hadtörténész fölhívja a mi figyelmünket arra, hogy 1926-ban a csata 400. évfordulóján Akházi Kamil alezredes a Hadtörténeti Intézet akkori igazgatója emléktáblákat helyezett el a csata vagy a sereg felvonulásának az útvonalán. És ezek az emléktáblák a mai napig is megtalálhatók, tehát ezek közel 100 éves emléktáblák, és ezek az emléktábláknak az a különlegesség, hogy nem csak azt mondják el, hogy emlékezzünk az itt elvonuló seregre, vagy akár a királyra, hanem egy nagyon rövid, részletes leírást is tartalmaznak arról, hogy éppen akkor itt a sereggel mi történt ezen az adott helyszínen. És akkor merült fel az ötlet bennünk, hogy itt ezen a nyomvonalon, ezen az útvonalon, ami közel 200 km, egy történelmi zarándokutat hozunk létre. Elsőben még csak kerékpárosok mentek végig, és akkor 17-től pedig úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk történelmi hagyományőrzőket is bevonni. És akkor az az év, amikor elkezdődött az, hogy korabeli viseletben hagyományőrzők lóháton teszik meg ezt a nem túl könnyű utat. A lovasok azok a Rádi József Huszár Bandérium, kevesen tudják, hogy Tolna megyében van egy nagyon népszerű és híres Huszár Bandérium. Rádi József nevét viselik. Ők kétféle történelmi kort elevenítenek föl, az egyik az a 1848-as, tehát a 19. századi huszárhagyományok, a másik az pedig a 16. századi középkori végvári vitéz huszárhagyományok. Itt ezt az utóbbit láthatjuk. Egyébként maga az útvonal az Ercsiből indul, Ercsi, Dunajváros, Dunaföldvár, Paks, Tolna, Szekszárd, Bárta, Dunaszekcső és Mohács érintésével érkeznek meg a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyre. Most mi várjuk még a mai napon? Hát a mai napon már csak a szállás elfoglalása lesz, hiszen belovagolnak Palánkra, és ott töltik az éjszakát. Holnap pedig 11 órakor Szekszárdon a Vármegyeháza előtt fognak felvonulni, és ott az emléktáblánál szintén egy megemlékezést tartunk. De mielőtt tovább álltak, még élvezhették a vándorló szépkorúak baráti körének vendégszeretetét, lecsóval kínálták őket a hosszú út után. A rendezvény meghitt pillanata a koszorúzás, elmaradhatatlan eleme volt a megemlékezésnek. Hangulatos zeneszó kíséretében elhelyezték a trikolor szallaggal ékesített kör alakú díszeket.